Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjük akkor a mai estét. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Én leszek a mai este előadója. Mai estünk két részből fog állni. Az első rész az 4-8-ig fog tartani, a második rész pedig rá 4 órára kezdődik, és 9:30-ig fog tartani. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen, arra is megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját kapcsolja ki, esetleg még nem tette meg, köszönöm szépen. Ha bárkinek kérdése van, az interneten keresztül tudnak nekem kérdezni, a jelenlévőknek pedig mondom, hogy ha kérdésük van, akkor írják föl, és akkor a szünetben megbeszéljük. Magamról egy pár gondolat, én Budapesten élek családommal, feleségemmel több mint 30 éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy boldog házasságban élünk, ez nem volt így mindig. Annak köszönhető, amit csinálunk, és amit tanulunk, hogy ezt meg tudjuk tenni, illetve meg tudtuk tenni. Van két fiú gyermekünk, akik még velünk élnek. Én 1987 óta foglalkozok emberekkel, azóta volt szerencsém több százezer embernek elvinni valamilyen életjobbító lehetőséget, és több tízezer ember képzésében részt venni, úgyhogy 91 óta dolgozom csapatban, és 93-ban hoztam létre az első cégemet, azóta 14 cégalapításban vettem részt tulajdonosként, és több pénzintézetet is alapítottam, éppen ma számoltam ki egyébként 8, tehát ebből a 14 cégalapításból 8 pénzintézet volt. És abból az egyiket, illetve egyiket sikerült piacvezetővé tenni. Amit csinálunk, én azt nagyon szeretem csinálni, na nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Van nekünk egy szervezetünk, ezt úgy hívják, hogy PPH, egyébként egy 22 éves szervezet. Egyedülállóan 4 különböző területen lehet piacvezető az elmúlt 22 évben. Abból egy, az legelső az csak egy fél éves intervallum volt, a második az több mint 6 éves, a harmadik szintén több mint 6 éves. Illetve a második, harmadik esetén még most is piacvezetők vagyunk, annak ellenére, hogy réges-rég nem csináljuk. Tehát a piacvezetői pozíciónkat nem sikerült letaszítani, pedig az a két tevékenység még mindig működik. És amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, de ezt csak körülbelül egy éve vagyunk piacvezetők, vagy max. Másfél. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ? Kérek kezeket, köszönöm szépen. Hát egy olyan világot élünk, egy ilyen felgyorsult világban vagyunk, ahol igazából be kellene látni mindenki számára, hogyha nem tanul és nem fejlődik, akkor komoly problémái lesznek az életben. Ugyanis annyira megnövekedtek a problémák mennyisége az emberek életében. Most gondoljuk végig, régen lakott egy ember mondjuk egy kis faluban, aztán lehet, hogy mit tudom én, a harmadik vagy negyedik falunál távolabb életében nem került a lakóhelyétől, és nem volt rádió, nem volt tévé, mit se tudott a világ különböző problémáiról. Max ismerte a faluban lévő problémákat, meg hát a saját egy-két problémáit, tehát régen az embereknek 2-3 problémájuk volt. Hát nyilván azzal könnyedén elboldogultak, mert mások is elboldogultak vele. Manapság viszont, ha valakinek nincs problémája, vagy nincs elég problémája, akkor csinálnak neki elég problémát. Ez nem kell más csinálni, csak hogy hallgatják az emberek a rádiót, és nézik a tévét. Most mondok példát a rádió hallgatásra. Ha egy kicsit visszaemlékszünk, a fiatalok nem biztos, hogy erre vissza tudnak emlékezni, de az én korosztályom visszaemlékszik, akkor nem volt olyan, hogyha esett az eső, akkor riasztást adtak ki a tévébe, meg a rádióba. Hát megmondtam, éppen mikor riasztást hallgattam a rádiót, ugye az ilyen zene rádiót szoktam hallgatni, és
és riasztást adtak ki, és akkor azt mondtam nekik, hogy az A betűvel kezdődik, és folytas, hogy azt riaszgassátok, engem ne. Úgyhogy nem azért, mert hogy az én mondjuk rossz lenne a hangulatom, de piszkosul nem szeretem, ha engem riaszgatnak, meg ijeszgetnek. Jó, tehát nem is tudom, hogy találták ki ezt a baromságot, hogy az embereket ijeszgessék, riaszgassák, azért, mert lesz egy kis eső, hihetetlen, komolyan mondom. Tehát most már minden, most már nem csak ha szél van, akkor riasztás van, már az esőre is, a csendes esőre is riasztást csinálnak. Szóval erre csak azt tudom mondani, hogy nem normális világban élünk, és az embereket úgy manipulálják, de úgy manipulálják. Ma olvastam éppen egyik embertől, akivel skype-oltam, illetve a skype-on fönn van nekem, és elküldtem neki a szokásos üzenetet, amit ilyenkor előadás előtt el szoktam küldeni, és akivel skype-on vagyok fenn, az meg is szokta kapni, úgyhogy tudjuk, miről szól a történet. Tehát elküldtem neki, és azt írja nekem vissza, hogy ő ezt a kérdést a Jézussal megoldja. Erre visszaválaszoltam neki, és a többiek mivel fogják megoldani? És a többiek hogy fogják megoldani? Hát azt mondja, hogy ők is akkor keresik Jézus jelenlétét. Hát mondom, az emberek nem Jézus jelenlétét keresik, hanem annyira befolyásoltak a fogyasztói társadalom által, hogy mondom, szerinted hogy fogják megtalálni Jézus jelenlétét? Most nem vallási dologról beszélünk, ő hivatkozott a Jézus kérdésre. Én csak ezt példaként olvastam föl, vagyis mondtam el, mert csak azért is, mert hogyha valaki azt gondolja, hogy ő megoldja, és a környezetében lévő emberek nem oldják meg, például ha Magyarország, tehát mi magunknak megoldjuk, de Magyarország ugyanilyen, elnézést, hogy ezt mondom, szarul fognak élni az emberek, akkor azok, akik esetleg megoldják a saját életüket, attól teljes egészében boldogok lesznek. Tehát az ember akkor tud boldog lenni, hogyha a saját és a környezetében lévő emberek boldogok. Tehát a környezetében lévő emberek nem boldogok, akkor ő sem lesz boldog. Tehát ha ő megoldja, akkor a gyereke is megoldja. A felesége vagy a férje is megoldja. A szülei is megoldják. Hát röhög a vakbelem, mert nem. Szóval a lényeg az, hogy tehát hogy lehet valaki ennyire önző, hogy hát én megoldom, és mi lesz a többiekkel? És mi lesz a többiekkel? Mi lesz a többi emberrel? Tehát egy olyan szomorú világban élünk, ahol a jó emberek az ég adta világon nem tesznek semmit, próbálgatják magukat fejlesztgetni, meg mit tudom, mondjuk ennek példa alapján keresi Krisztus jelenlétét. Tehát valamit próbál néhány ember tenni magáért, és mi lesz a többivel? Tehát most az, hogy Magyarországon mondjuk van 10 000 olyan ember, aki egy kicsit fejlettebb, és talán még a gatyájából nem lóg ki a feneke, és a többiekkel mi lesz? És mi lesz az emberiséggel? Tehát most hiába teszi az ember jóvá a saját életét, ha kipusztul mondjuk az emberiség. Még az mi életünkben. Akkor aztán, bocs megint, hogy ezt mondom, de muszáj ezt mondani, cseszheti azt, hogy ő jól csinálta az életét. Mert egyszer nem tudom másként kifejezni. Szóval a lényeg az, hogy attól, hogy valaki valamit tesz önmagáért, és mi lesz a többiekkel? És sűrűn látnak olyanokat, akik önkéntes alapon szívből próbálnak tenni másokért. Hát én megmondom őszintén, dumákat hallok, nagy dumákat, aztán közben mögötte meg semmi. Mögötte meg semmi. Tehát az embernek szüksége van arra, hogy vegyen levegőt, szüksége van arra, hogy táplálkozzon, igyon táplálkozzon, most fontossági sorrendben mondom. Ugye szüksége van arra, hogy öltözködjön, és hogy legyen fedél a feje fölött, ez úgy hívják, hogy
öt létszükséglet. Azután rögtön hatodikként ott van, hogy képes legyen megoldani a problémáit. Ha az ember nem képes megoldani a problémáit, boldogtalan lesz az életében. És minél több vagy minél nagyobb problémái vannak, annál boldogtalanabb. Kimegy az ember az utcára, és lát mosolygó embert. Lát olyat, akik jó hangulatban vannak. Lát olyat, aki jó állapotban vannak. Hát nem látni, hát lámpással kell keresni. Hát ott tartunk, hogyha az emberek kicsit jobban akarják érezni magukat, akkor inniuk kell alkoholt. Vagy be kell venni valamilyen drogot, hogy jól érezzék magukat. Hát itt tartunk, itt tart ez a világ, és akkor azt írja az illető, hogy hát ő megoldja. Jó, és mi lesz a többiekkel? Tehát egy olyan világot élünk, hogy három évente gyakorlatilag minden megduplázódik. Tehát az úgy értjük, hogy mondjuk a technika fejlettsége három év múlva duplája lesz a mainak. Tehát három év múlva duplája lesz. Az azt jelenti, hogy három év múlva kétszer annyira fogják manipulálni az embereket, mint most. És akkor az a megoldás, hogy az emberek, hát ez van, ezt kell szeretni, fásuljunk bele. Nem? Vagy mi a jó Isten lesz? Tehát tessék már egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mi lesz az emberekkel attól, hogy valaki egy kicsit szellemileg vagy mentálisan fejlettebb az átlagnál, egy kicsit többet tud a dolgokról, és a többivel mi lesz? Nem? Mi lesz a többivel? Mi lesz a többi emberrel? Van egy szabály, ez egy égi törvény, következő, ugye ezt már ismerik a régiek, úgyhogy a régieknek nem is kell írni, mert már leírták többször, hát hogyha jó emberek nem csinálnak semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És ezt tudja, hogy működik? Tehát elég sokat olvastam mostanában a kvantumfizikával kapcsolatos dolgokról, hát elkezdtem magyarázni a nejemnek, és akkor azt mondja nekem, hogy hát, hogy kvantumfizika, az neki olyan messze áll, de mondom, van egy-két dolog ezzel kapcsolatban. Tehát képzeljék el, a kvantumfizikusok az mind olyanok, mint a fizikusok, illetve egy szempontban rosszabbak, hogy még inkább anyag természetűek. Tehát úgy gondolják, hogy nincs teremtés, tehát az összes fizikus azért ment el fizikusnak, mert az anyagban hisz. Tehát ami azt jelenti, hogy nem teremtett világban élnek, ők úgy gondolják, hanem mindent az evolúció hozott létre, tehát minden a véletlennek köszönhető, és gyakorlatilag az anyag az, ami meghatározza az ember létét. Tehát ezt gondolják a fizikusok, és minden fizikus egyébként nem ment volna fizikusnak, ha nem materialista gondolkodású lenne. Tehát az anyag, ugye eleve az anyaggal foglalkozik, ez olyan, mint a műszaki emberek jó része, az materialista gondolkodású. Ugyanez például az informatikusok jó része, materialista gondolkodású. Nyilván kivételek vannak, de a fizikusoknál gyakorlatilag alig van kivétel, tehát lámpással kell keresni. Na most a kvantumfizikusoknál meg aztán végképp alig lehet találni olyat, aki nem materialista szemléletű, tehát ateista lenne. Tehát Isten tagadó. Na most ezek az ateista kvantumfizikusok ugye elkezdték kutatni az anyagot, és eljutottak nem a kvazárig, a kvarkig. Kvark, rosszul mondtam ugye kedden, tehát kvarkig. Tehát kvarkig, mert a kvazár az egy más dolog, összekevertem, tehát kvarkig jutottak. A kvark ez egy nagyon-nagyon pici részecske, sokkal kisebb részecske, mint az atom,
ugye a fizikusok az atommagig jutottak, na a kvantumfizikusok a kvarkig jutottak el. És ez a kvark, ez egy csodálatos részecskéje az anyagnak, amely gyakorlatilag ilyen természetfeletti dolgokat csinál. Tehát például, mit tudom, egyszerre megjelenik ugyanaz a kvark több helyen. Ugyanaz a kvark megjelenik az időben több időben. Képes megállni az időt, megállítani az időt, ilyeneket képes ez a kvark. Képes eltűnni és egy másik helyen megjelenni, meg ilyeneket csinál. És amikor a fizikusok ugye vizsgálták az anyag természetét, az energiát is megtalálták, és elkezdték nézni az energiát, és elkezdett a kvantumfizikus másként gondolkodni, és elkezdett másként rezegni az anyag. Majd oda hívta egy társát, hogy nézze meg ő is, erre az ő hatására megint még másként elkezdett rezegni az anyag. Tehát az azt jelenti, hogy az értelmes lény az képes hatni az anyagra. Na most, ezek a hit nélküli emberek, akik gyakorlatilag ateistaként élték az életüket, azt állapították meg, tehát kiadták 2014, itt azt hiszem októberébe, kiadták azt hivatalos álláspontként, hogy, tehát ezek, mondom, ezek az ateisták, hogy kell lenni egy természet feletti, értelmes lénynek, amely az egész univerzumban lévő összes anyagra hat. Ezt kiadták, és ezt például egyetemen elkezdték tanítani az USA-ban, valamelyik egyetemen olvastam, hogy melyik, de már nem tudom, melyik volt ez. Tehát lényeg az, hogy ezek az ateista, materialista kvantumfizikusok megállapították, hogy létezik, tehát hogy nem lehetett az anyagot evolúcióval eljuttatni oda, hogy értelmes lény legyen belőle. Hanem az egész egy teremtés. Most már ott tartanak, hogy letudták, tehát ugye hallottunk olyan, hogy Svájcban van egy ilyen részecske gyorsító, igen. És a részecske gyorsítóban dolgozó emberek közül többen arra jutottak, a kutatók közül arra jutottak, hogy például a nagy boom, ami által, tehát a big boom, tehát a nagy boom, ami szétrobbant, azt mondták, hogy szétrobbant, az pontosan megtervezett nagy boom volt. Ami azt jelenti, hogy valamilyen értelmes lény vagy lények pontosan megtervezték azt a központi nagy boomot évmilliárdokkal ezelőtt. Erre jutottak a kutatók. Na most, ezt miért mondom? Ezt azért mondom, hogy az embernek is van egy olyan energiája, amely képes hatni az anyagra. És tehát mi is egy teremtők vagyunk, mert az energiánkkal képesek vagyunk teremteni, úgy, mint az Isten, csak nem olyan nagy mértékben. Na most, ez azt jelenti, hogy az ember az vagy negatív dolgokat teremt, vagy pozitív dolgokat, attól függően, hogy hogyan gondolkodik, akkor is teremtünk, ha nem tudatosan teremtünk. Tehát akkor is teremtünk, ha ösztönösen teremtünk. Tehát magyarul, ha valaki negatívan gondolkodik, és nem tudja, hogy ő negatív dolgokat, negatív történéseket teremt az életében, attól még ezt csinálja. Ha valaki pozitívan gondolkodik, és attól, hogy nem tudja, hogy ő pozitív
gondolkodásával pozitív dolgokat teremt az életében, attól még pozitív dolgokat teremt az életében. De most az a helyzet, hogy az emberek többsége az negatívan gondolkodik már a bolygón. Na most ez úgy működik, hogy az emberek negatív energiái összeadódnak. És csupán csak a saját negatíven, összeadott negatív energiánkkal képesek vagyunk elpusztítani a bolygót. Tehát amit meg tudott tenni a teremtő, hogy létrehozzon egy bolygót, azt mi közös energiával tönkre tudjuk tenni a gondolati energiánkkal. Ezért totálisan nem mindegy, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. Tehát, hogyha a bolygó egy része pozitívan gondolkodik, és akkor így ilyen ezoterikus gondolkodó emberek azt mondják, hogy elég, ha mit tudom én, a bolygó 1%-a pozitívan gondolkodik, már elkezd a jó eluralkodni a Földön. Ez akkora baromság, amit csak el lehet képzelni. Többségi elvek vannak. Ami azt jelenti, hogy vannak a negatív energiájú emberek, és vannak a pozitív energiájú emberek. És ez mind a gondolkodástól függ. Ami azt jelenti, ha többségbe kerül a negatív energia, akkor a pozitív energia nem tudja semlegesíteni. Tehát ez olyan, mint hogy a mérleg egyik serpenyőjébe berak egy kiló súlyt, a másikba berak egy kiló 10 dekás súlyt, akkor az egy kilós nem fogja lenyomni az egy kiló 10 dekást, hanem az egy kiló 10 dekás fogja lenyomni az egy kilós súlyt. Tehát attól függ, hogy a bolygón melyik fajta embernek, mert ez nem fajta, ez mert ugye mindenki saját maga dönti el, hogy az életét hogyan akarja élni, hogy hallgat-e a manipulációra, vagy nem hallgat. Tehát ez úgy működik lényegében, hogy ha többségbe kerül a negatív energia, akkor a pozitív energia az kisebbségbe lesz, és a többség energiája érvényesül. Érthető ez? Tehát a többség energiája elkezd érvényesülni. Tehát egy olyan világot élünk, ahol egyszerűen, hogyha nem teszünk azért, hogy többségbe kerüljön a pozitív energia, akkor nagy baj lesz. Hogy lehet tenni ennek érdekében? Hát egyszerűen ugye úgy működik az ember, a legtöbb ember, hogy folyamatos befolyásoltság alatt áll, mondhatnánk azt, hogy folyamatosan hipnotikus állapotban vannak az emberek, a fogyasztói társadalomra hipnotizálják őket, meg arra, hogy fogják be a szájukat, meg arra, hogy ilyen élő gépként működjenek, tehát erre hipnotizálják az embereket, ez nem vicc, ez tény. Na most, egyféleképpen lehet megoldani ezt, hogy ne hipnotizálják az embert, vagy legalábbis ne tudják hipnotizálni olyan mértékben, mint ahogy most csinálják, az, hogy nem kell médiát és, tehát nem kell a tévét és, tehát a negatív médiát nem kell igénybe venni. Nem tudom, világos-e? Tehát nem kell tévézni, nem kell rádiózni, nem kell híreket nézni, és nem kell olyan befolyásoltságot igénybe venni, amivel most élnek az emberek. Lehetőleg ne olvasgassák az óriás posztereket, stb. Stb. Jó? Ne olvasgassanak mindenféle reklámot. Jó, tehát, és ez nem elzárkózás a világ elől, hanem nem tudom, tudják-e, hogy azt csinálják, tehát csinálnak olyanokat a világurai, hogy szerződtetnek különleges képességű embereket, és ezek az emberek
képesek arra, hogy tömegeket hipnotizáljanak, és ezt megcsináltassák velük. Bevetnek olyan frekvenciákat, többek között például a HARP is ilyesmi, bevetnek olyan frekvenciákat, ami által megzavarják az embernek a működését. Bevetnek olyan frekvenciákat a mobiltornyokon keresztül például, amivel megzavarják az emberek kommunikációját a saját lelkükkel. Tehát lényeg az, hogy egy csomó tudásuk van a hatalomnak avval kapcsolatban, hogy hogyan kell az embert manipulálni, és ezt megcsinálják. Tehát mondok egy példát, amit én láttam, és tudom, hogy így van. Tehát mondjuk van egy terembe, mit tudom én, 100 ember. És akarják mondjuk azt a 100 embert manipulálni, akkor azt csinálják, hogy két olyan képességű ember, amelyik képes arra, hogy manipuláljon, beállítják a tömeg mögé, hogy rálásson a tömegre, ilyen, tehát olyan alakba, hogy beállnak a tömegnek a két sarkára. És a saját gondolatukkal, tehát ugyanazzal a gondolattal tudják manipulálni, például arra, hogy mondjuk vásároljanak, mit tudom én, mágneses takarót, vagy mit tudom én, derékaljat. Csak most mondtam példát. És az illető, aki azt mondja magáról, hogy hát én nem vagyok manipulálható, akkor szépen úgy fog elmenni, hogy közben aláírja a szerződést, és megköti a hitelszerződést arra, hogy vegyen, mit tudom én, több százezer forintos termékeket. És akkor ezt így megcsinálja. És ezt azokkal az emberekkel tudják megcsinálni, akik nem jó állapotúak. Na most, kik a nem jó állapotúak? Például azok az emberek nem jó állapotúak, akiket mondjuk felkelti az ember az érdeklődését, és megbeszéli azt, hogy tudom, holnap találkozunk, és meghallod, hogy miről szól ez a történet, amiben én benne vagyok, és az illető másnap gyakorlatilag el sem megy, lehet, hogy már nem is telefonál, de nem azért, mert valami baja van önnel, hanem azért, mert amikor önnel beszélt, ő feljött hangulatban, érdeklődést mutatott, majd egy nap múlva, nem egy nap múlva, egy óra múlva már, vagy egy fél óra múlva már visszazökkent az ő saját hangulatára. Tehát nem egy óra múlva, mondjuk egy fél óra múlva, és gyakorlatilag az ön motivációja az olyan volt, mintha semmi nem történt volna. Tehát mintha semmi nem történt volna. Tehát az emberek olyan állapotban vannak manapság, hogy egyszerűen bármilyen jó dolog történik velük, az csak ilyen szalmaláng. Tehát örülnek neki egy pár percig, vagy egy pár órát, és utána élik ugyanúgy tovább az életüket, mint előtte. De ezt nem tudom, hogy ez normálisnak tűnik. Hát lehet, hogy a fiataloknak normális, mert egy ilyen világba születtek bele, de én nem ilyen világba születtem bele. Tehát nekem ez abnormális. Tehát én egy olyan világba születtem bele, ahol amikor én gyerek voltam, a kertekben dolgozók, azok fütyűrésztek. És mentek az emberek, és mosolyogtak, és jó kedvük volt. Jó? Na szóval lényeg az, hogy haladjunk. Tehát van nekünk egy akadémiánk,
csak hogy tiszta és világos legyen, ez az akadémia egy eddig nem terjesztett, eltitkolt tudást és képességeket nyújt. Utána olvastam például az ezotéria kifejezésnek, nem tudom, utána olvastak-e már, hogy az mit jelent. Az pont az ilyet jelenti, hogy ilyen eltitkolt, nem terjesztett tudást jelent, ilyen ősi tanokat, égi tanokat jelent az ezotéria, ezt jelenti. Úgyhogy mondom, illegálisan most már tudjuk, mit jelent. És van nekünk ugye két szervezetünk, a Nyílt Akadémia, az a PPH közösségének a tagja, de külön szervezet. És van ennek a két szervezetnek egy közös küldetése, és ebben a két szervezetben ugye benne vagyunk mi, és tehát így mondhatunk, hogy mindnyájunknak van egy közös küldetésünk, az pedig az, hogy kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát elvinni az emberek számára, az emberiség számára az aranykort. Tehát nézzünk példát, hogy megértsük ezt a kérdést. Ugye mindenki tanulta a római birodalmat, nem? Történelemből. És a római birodalomban a vezetés az elkezdett korrupt lenni. Tehát virágzott a birodalom, terjeszkedett, majd a vezetés, ez úgy működik, minél nagyobb egy birodalom, annál inkább kerülhet olyan a hatalomra, aki korrupt. És elkezdett korrupt lenni a vezetés. És a korrupt vezetés, ugye már ha ő bűnöz, akkor bűnözhetnek mások is, elkezdett liberálisabban működni a római birodalom. Tehát elkezdték az erkölcsök, elkezdett az erkölcs lazulni, tehát mindig az erkölcs lazulásával kezdődik, majd elkezdtek az emberek egyre tisztességtelenebbek lenni. Ennek következtében úgy elkezdett szépen gyengülni az egész birodalom. És már nem tudta magát megvédeni, és a hunok kezdetével gyakorlatilag pár évtized alatt az egész birodalom az szétesett darabjaira. Tehát ami azt jelenti, hogy eluralkodott a birodalomban a rossz, és nem lehet azt mondani, hogy a római birodalomban mindenki rossz volt. De a jó emberek nem tettek semmit annak érdekében, hogy a rossz ne uralkodjon el nem a bolygón, hanem a birodalomba. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhol az egész, tehát ez kisebb, tehát mondjuk a római birodalom azért nem olyan kicsi volt, de az egész bolygóra igaz, ahol az emberek hagyják, hogy a rossz eluralkodjon a bolygón, vagy a környezetükben, ott egyszerűen a rossz el fog uralkodni. Mondok példát. Az emberekkel elhitetik azt, hogy ők akkor vannak biztonságban, hogyha beléjük oldhatnak csippet. Ezt már Magyarországon a kutyákon próbálják kifele, ugye ki is próbálták, most építik ki az érzékelő, a csípérzékelő rendszereket, ezt nem tudom, tudják-e, hogy már egész jól ki van építve, és a következő lépés majd az emberek lennének, hogy az emberek először kérik, hogy beültessenek csippet, hogy biztonságban érezzék magukat, és ugye hogy hitetik el az emberekkel, hogy nincsenek biztonságban? Az összes médiát telenyomják azzal, hogy mennyi bűnözés van. És akkor például anyósom ilyen folyamatosan nézi a tévét, és ugye folyamatosan nézi a híreket, és a hírek az már nem hírek, hanem kék fény. És ugye mit csinál? Hát aggódik folyamatosan. Tehát hogyha mit tudom, valaki már nem jön haza időben, akkor már rögtön aggódik, hogy
hogy hol lehet. Tehát nem, nem megtámadták-e? És akkor beszélgetek vele a múltkor, mondom, mama, körülbelül 1 millió az egyhez, hogy megtámadják az embert. Körülbelül ennyi az esély hozzá. 1 millió az egyhez. Mert körülbelül ennyi támadás van napi szinten a 10 millió emberből, mondjuk van 10 támadás. És ezt a 10 támadást ezt fölerősítik. Tehát azt arról a 10 támadásról beszélnek, de nem arról a 999.999-ről, ahol nem történt támadás. Tehát az emberekkel elhitetik azt, hogy nincsenek biztonságban. És az emberek először kérni fogják azt, ha így halad tovább a dolog, hogy ők beléjük oltsák be azt a csippet, hogy folyamatosan megfigyelhessék őket. Ezt már Amerikában így működik, az emberek már oltatják be magukat, hogy biztonságban érezzék magukat. Hát attól nem fogják megtámadni, attól ugyanígy meg fogják támadni. Na most csak az a baj ezekkel a csippekkel, hogy ugye egy, olyan csippek ezek, amik képesek arra, hogy azt is kontrollálják, hogy az ember mit gondol. És ezt közvetítsék a központ felé. Ha valaki nem úgy gondolkodik, ahogy ők szeretnék, akkor egyszerűen ez a csip képes arra, hogy mondjuk az illető agyvérzést vagy szívinfarktust kapjon. És az illető szépen elhalálozik, vagy lebénul teljesen. Na most, és akkor ilyeneket akarnak ugye az emberekbe berakni, azért, hogy teljes egészében kontrollálják az embereket. Tehát nem tudom, akarnak egy ilyen bolygón élni? És komolyan kérdezem. Tehát ilyen bolygón szeretnének élni, ahol, ahol még az embernek a gondolatát is kontrollálják? Hát aki ilyen bolygón szeretne élni, az nem normális, az hülye. Szóval lényeg az, hogy azt értsük meg, hogy a múltkor beszéltem róla, hogy az emberek egyötöde az elnyomó. Tehát azt értsük meg, hogy az elnyomóknak van egy kényszerképzetük, hogy az emberek ellenük vannak. És ha kell, az elnyomók kiírtják a környezetükben lévő embereket zokszó nélkül. Tehát ez nem vicc, ez tény. Az összes háborút az elnyomók indították el, és a szociális emberek fejezték be. Tehát azt kellene megértenünk, hogy ha nem teszünk semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. No, de nem most ez, nem ez a témánk, hanem nézzük meg, mit nyújt még az akadémiánk, illetve a PPH. Van nekünk egy küldetésünk, ugye erről az imént beszéltem, és van kétféle szolgáltatásunk. Egy eseti, ez egy probléma megoldó és megelőző képességfejlesztő rendezvény, és van egy rendszeres, ez pedig ember és életjobbító, coach bizonyítványokat és diplomák nyújtó hivatás. Tehát hivatás. Tehát ezt nyújtjuk, egy hivatást nyújtunk. Tehát nem tudom, mit tudnak a coach szakterületről. Valahogy véletlenül, hát mondjuk véletlenek nincsenek. Pont egy coach beszédét láttam tegnap az egyik videón, hogy hogy működik egy valami olyan coach, amiről még életemben nem hallottam, hogy olyan coach is van. Általában Angliában volt kint tanulni ez a hölgy. Na de lényeg az, hogy, ott elhangzott, hogy már mindenféle coach szakterület van. Mi 4 szakterületetre adunk bizonyítványt, de ez a 4 szakterület, ez 6-ot foglal össze. Tehát mindegyik 4 szakterület 6-ot foglal össze. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 24
szakterületre adunk bizonyítványt, és minden 6 hónap lejártával, ahol a konkrét 6 téma lement már, akkor utána van bizonyítványosztás, és ha megvan a 4x6 hónap, akkor abból lesz egy diplomaosztás. Tehát ez egy hivatás, amit nyújtunk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben, egyébként azt jelenti, hogy edző, tehát ha beütik mondjuk a Google-ba, hogy coach, akkor ezt fogja kiadni, hogy edző. Tehát nézzük meg, hogy többek közt mit nyújt ez a bizonyos nyílt akadémia. Kiváló döntés, cselekvő és megoldó képességeket, tudatosságot, probléma megoldó és teremtő képességeket, szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag, tartós, boldog életet, a világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember és életjobbító humán hivatását, illetve életpályáját. A PPH nyújtja, hogy egyedülállóan mások fejlődéséből pénzt profitálhat. Nézzük tovább. Élet és emberismeretet, elismerés, szeretetet, önismeretet, önbecsülést, önértékelést, önbizalmat, problémaelhárító képességeket, tartósan jó hangulatot, tudatosságot, különleges képességeket, kiváló párkapcsolati bánásmódot, eredményes gyereknevelést, maximális teremtőerőt, eredményes munkavégzést, legnagyobb jövőjű hivatást. Tehát most nem tudom, végig gondolta ezt, most a legnagyobb jövőjű hivatással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy végig gondolta azt, hogy a következő 3 évben felére, tehát ugye minden következő 3 évben minden duplázódik, fele munkaerőre lesz szükség, mint most. Mi a jó Istent fog csinálni? Tehát ami azt jelenti, hogy a következő 3 évben ahány munkaerőre ma szükség van mondjuk Magyarországon vagy a világban, felére lesz szükség a technika fejlődése miatt. Tehát nyilvánvaló, ha technika fejlődése duplájára fejlődik a következő 3 évben, akkor nyilvánvaló ugye, hogy az emberi erőre sokkal kevésbé lesz szükség, nem? Mert a gépek mindent megoldanak. És akkor kérdezem, hogy mi lesz önnel? Tehát hogyha 3 év múlva lehet arra számítani, hogy fele munkaerőre lesz szükség, akkor mi lesz önnel? Mit fog csinálni 3 év múlva? És akkor mondhatja azt, hát olyan nem volt még, hogy valahogy ne lett volna. Tehát az embereknek van egy alapvető dolga, hogy minimum azt szeretnék, hogy csak rosszabb ne legyen. Nem tudom, ki az, aki már volt munkanélkül, én még nem voltam sose. De volt-e valaki már munkanélküli, és hogy érezte magát munkanélküliként? Tehát például az én fiam volt munkanélküli, és láttam rajta, hogy hogy érezte magát munkanélküliként. Tehát úgy ilyen rálátásom volt, de én magam nem voltam. Tehát egy munkanélküli közel nem úgy érzi magát, mint egy aktív dolgozó. Nem? Tehát mi lesz önnel akkor, hogyha az emberek nem tudnak magukkal mit kezdeni, és ön is oda fog tartozni, mert hogy nem lesz munkájuk. És akkor gondolja, hogy majd az állam az, tudom én, ad legalább annyi fizetést, mint azért, mert nem dolgozik, vagy megélhetést, vagy segét, vagy nem tudom minek nevezzem, mert hogy ő nem dolgozik. Tehát biztos, hogy ilyesminek ismeri az államot, hogy ilyen bőkezű és nagy lelkű, hogy majd az embereket így kisegíti? Vagy nézzünk egy másik dolgot, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy hát megtehetné, hát végül is annyi pénzt lehet nyomtatni, amennyit akarnak, de nem tudom, tudják-e, hogy ma Magyarországon mi nem nyomtathatunk pénzt. És nem tudom, tudják-e, hogyha mondjuk
szeretnénk mondjuk 10 milliárd forintot pluszban kinyomtatni, akkor azt meg kell venni a nemzetközi jegybanktól euróért azt a 10, és tehát fogják, átszámítják, hogy az hány euró az a 10 milliárd forint, és nekünk azt a saját pénzünket meg kell venni. Ez a központi jegybank, nem a magyar központi jegybank, ez a központi bank, ez magántulajdonban van. Ez olyan tulajdonokban van, mint Morgan család, Rothschild család, Rockefeller család, ezek a három, Warburg család, ez a négy család benne van ebbe a bankba, és ezektől vesszük meg a saját forintunkat, tehát mi nem nyomtathatunk forintot, nem tudom, tudták-e. Ami azt jelenti, hogy ha 10 milliárd forinttal több pénzre lenne szüksége az országnak, csak ez egy pici összeg, akkor ez azt jelenti, hogy rögtön 10 milliárddal nagyobb az adósságunk. Tehát magyarul most mondjuk, tételezzük fel, mondjuk 10.000 milliárd forint van forgalomba, tehát konkrét kinyomtatott forint. Most mondtam egy összeget, nem tudom mennyi van, de elképzelhető, hogy körülbelül ennyi. Tehát 10.000 milliárdnyi forint van kinyomtatva. Tehát kellene még mondjuk 1.000 milliárd, akkor az azt jelenti, hogy elvileg 10%-kal jobban élne a lakosság, mert lenne 1.100 milliárd forintnyi pénz a forgalomba. Tehát az állam kiadhatna 1.000 milliárdot azoknak, akik nem dolgoznak. De mégsem, mert közben lesz azonnal 1.000 milliárd tartozása a Rockefellerek, Rothschildok irányába, sőt, annak a kamatát is számoljuk még hozzá. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy legalább 5%-os kamatra adják, ami élből azt jelenti, hogy nem 1.000 milliárdot kell akkor visszafizetni, hanem 1.050 milliárdot kell visszafizetni. Érthető ez? Na most akkor kérdezem én, hogy hogy lehet például olyat kit, mert például egy Svájc meg tudja ilyet csinálni, mert a Svájc nem tagja az EU-nak. Tehát a svájci állam megcsinálta azt, hogy nyomtatott több pénzt, és egyszerűen fogta, és elkezdett fizetni azoknak is segélyt, fizetést, akik nem dolgoznak. Mit tudom én, hány százezer forintnyi összeget. Tehát ott megcsinálták, de nem tagja az EU-nak. Egyetlen egy tagállam sem tudja ezt megcsinálni, mert a Rothschildoktól, Rockefellerektől kell megvenni a pénzt. Nagyon jól kitalálták. Tehát nem tudom, hogy tudták ezt, hogy ez így működik. Tehát mi nem tudjuk azt megcsinálni, hogy fogjuk és kinyomtatunk több pénzt, és adunk azoknak az embereknek, akik nem dolgoznak. Tehát ugye miért könnyebb nyugaton, csak hogy megértsük, hogy miért nem fogjuk a nyugat életszínvonalát sose elérni a mostani rendszerben. Azért nem fogjuk elérni a nyugat életszínvonalát soha, és ezért nem is volt esélyünk arra, hogy elérjük a nyugat életszínvonalát, és ezért maradt meg a nyugat és köztünk az életszínvonal különbség, mert ugye mindenki azt gondolta, hogy ha belépünk az EU-ba, akkor pár év vagy egy-két évtized, és utolérjük a nyugati életszínvonalat. Nagyon egyszerű, hogy miért nem érhetjük utol. Pont emiatt, amiről most beszélek, azért, mert amikor még az EU nem volt, akkor minden ország maga nyomtatta a saját pénzét. Ami azt jelenti, hogy például a németek sokkal több pénzt forgattak egyfőre vetítve, mint a magyarok. Tehát sokkal pénz, több pénzt forgott Németországban például, vagy a világban, mint mondjuk a forint egyfőre vetítve. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egyfőre vetítve 6-szor annyi pénzt forgott Németországban, mint Magyarországon értékben, nem tudom, értjük-e.
Ami azt jelenti, hogy utána jött ez a megállapodás, hogy csak nyomtatni már nekik saját hazájukban nem lehet, csak ugye ezen a központi egybakon keresztül, nekik is meg ugye csatlakoztunk ezekhez és mi is, tehát onnantól kezdve, ha több pénzre van szükségünk, akkor eladósítjuk magunkat. Ha a németeknek több pénzre van szükségük, ők is eladósítják magukat. Ezért mindig csak a németeknél is körülbelül olyan mértékben nő az életszínvonaluk, mint amilyen a magyaroknak nő. Körülbelül olyan mértékben. Igaz, hogy ők eleve hatszor olyan életszínvonalról indultak. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudjuk utolérni sosem, mert ha azt mondanánk, hogy jó, akkor innentől kezdve érjük utol, és legyen hatszor annyi pénz a forgalomba. Mert ugye akkor, ha hatszor olyan életszínvonal szükséges, akkor hatszor annyi pénznek kellene a forgalomba lenni. Nem tudom, világos-e. És ez azt jelenteni, hogy akkor az Magyarország adósságállománya hatszorosa lenne a nemzeti jövedelmének. Oké. Okay. Tehát egy kicsit fura lenne, és onnantól kezdve akkor, hogy milyen életet élnénk. Tehát nem tudom, ez világos-e. Tehát egy olyan társadalomban, tehát azt kellene megérteni, egy olyan társadalomban, ahol tételezzük fel, mit tudom én, mondjuk összeáll 100 család, csak hogy megértsük. Összeáll 100 család, és ez a 100 család elkezd gazdálkodni. És az a 100 család mindent megtermel. Akkor ez a 100 család azért, hogy ne libával és buzával kereskedjen egymás közt, hanem tudjanak úgy cserélni, hogy jó tehát hogy jó legyen a kereskedelem, ezzel létrehoz magának egy saját belső pénzt, ugye meg tudja csinálni, vagy meg tudná csinálni ugye, hogyha a törvény engedné, hát a törvény nem engedi. Na most, de persze van ilyen, na most, de ott kezdődik a probléma, ugye, amikor azt mondaná, hogy jó, most lássuk el egymást magasabb pénzzel. Tehát nem tudnának többet költeni és többet vásárolni, mint a tényleges érték. Tehát ha ők termelnek 1 milliárdot, akkor nem tudnának 10 milliárdot költeni. Érthető? Mert termékben nem lenne ott a fedezet. Tehát ahhoz, hogy 10 milliárdot költsenek és jobban éljenek, nekik 10 milliárdnyit kellene termelniük. Nem tudom, érthető-e. Tehát egyébként nem az volt a gond, hogy a magyar gazdaság az hatod annyira működött, mint a német például, hanem az volt a probléma, hogy a szocializmusban visszafogták a pénz kibocsátást és visszafogták a pénz kifizetést. Tehát magyarul nem fizették meg a dolgozókat kellőképpen. Tehát a magyar gazdaság az mondjuk felét teljesítette körülbelül, mint mondjuk a német a létszám függvényében nyilván arányaiban nézve. Érthető? Tehát arányaiban nézve, tehát ha mondjuk a Németország 10 milliós lett volna, akkor mondjuk kétszeresét teljesítette volna, mint a magyar. Érthető? És mégis hatszor annyit kerestek az emberek, meg keresnek is. Azért, mert a szocializmusban nem fizették meg kellőképpen az embereket. Ez olyan, mint hogyha az a 100 család azt mondaná, hogy mindenki termel, de ebből a közös pénzből nem nyomtatunk ki annyit, és csak keveset adunk, hogy szegény legyél, tehát hogy keveset tudjál vásárolni. Nem tudom, ez világos-e. Ez azért volt,
Mert hogyha az emberek szegények és nem elégedettek, hanem ugye akkor rossz hangulatúak lesznek, és rossz hangulatban könnyebb őket befolyásolni. Tehát ez akkor is erre ment ki ez a játék. Na most nézzünk egy dolgot ezzel kapcsolatban, ami a témánk, jó? Tehát ami a témánk, az pedig a használható tudás vagy tudatlanság, tehát hogy melyik a jobb. Tehát nem tudom, észrevette azt, hogyha tanul, akkor gyakran előfordul az, hogy nem tudja használni azt, amit tanul. Tehát például a legtöbb ember kijárta a 8 általánost, majd kijárta a középiskolát, majd kijárta az egyetemet, és utána elmegy dolgozni, azt ott szenved munkanélküliként, és dolgozott 16 évet. Vagy tanult 16 évet. Tehát 16 évet tanult, és utána meg ott van, és nem tud kezdeni semmit a diplomájával. Vajon mi lehet ennek az oka? Na nézzük meg. Ez azt jelenti, hogy megértsük, ez egyébként egy havi képzésünk, ezt úgy hívják, hogy tanuláskócs, tehát hogy képes tanulni, és képes megtanítani másoknak, hogy tanuljanak, ugyanis az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem képesek a tanulásra. Tehát a nem képes tanulás azt jelenti, hogy egyszerűen azt, amit tanult, nem tudja használni. Tehát most mondok példát, ugye most mondhatná ön azt, hogy az, aki 16 évet tanult és van egy diplomája, az nem azért nem képes tanulni, mert nem tud, hanem azért nem képes tanulni, mert nem kap munkát. Nagy tévedés. Ha ő jó lenne abba a szakmába, kapna munkát, nem tudom, világos-e. Tehát azért nem kap munkát, mert újonc, és tudja mindenki róla, hogy semmit nem ér a tudása. És ha esetleg kipróbálják őt, akkor utána nem fog megfelelni, mert semmit nem ér a tudása, mert azt fogják fölvenni, akinek már mondjuk már van 10 éves tapasztalata azon a területen. Mondok erre példát, hogy megértsék, nekem több száz alkalmazottam volt régen. Tehát amikor pénztárelnök voltam, tehát önkéntes nyugdíjpénztárelnök voltam, akkor volt olyan, amikor egyszerre volt 133 alkalmazottam, és ugye volt egy fluktuáció, tehát mondhatom azt, hogy összességében sok száz alkalmazottal volt dolgom. És van, hogy volt olyan időszak, amikor zömében nem, de egy párszor én felvételiztem, főleg amikor már leadtam a nyugdíjpénztári területet, és ugye más területtel kezdtem el foglalkozni, és én felvételiztem. Két dolog számított. Tehát amikor felvételiztem, érdekelt, hogy az illető mit tud, mennyi a tapasztalata. Ez volt az egyik legfontosabb. A másik, hogy mennyit kér. Én nem ajánlottam összeget sose. Egyetlen egyszer nem ajánlottam föl összeget. És tudja, kit vettem föl? Aki a legtöbbet tudott és a legkevesebbet kért. Ezt vettem föl. Tehát ezt a kettőt összehasonlítottam, és azt mondtam, hogy árérték, és azt vettem föl. Egyébként én mindig is így vásároltam, hogy árértékben mindig kerestem a legjobbat. És ami vannak termékeink, azok is úgy működnek, hogy megkerestük a piac számos terméke közül, vagy számtalan, hát nem számtalan, mert számos terméke közül, árértékbe a legjobbakat. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy egy fiatal kezdőt az emberek általában nem szoktak fölvenni. Mert nem ért a szakterülethez. Tehát amikor én felvételiztettem, én mindig ezt a szabályt vettem figyelembe, hogy tudjon, és ő mennyit kér. Soha nem ajánlottam összeget. No, most akkor nézzük tovább ezt a kérdést, ugye a tudással kapcsolatosan, tehát akkor tapasztaltuk ilyet, hogy az emberek nem tudnak. Na nézzük meg, miért nem tudnak. 5 feltétele van a nem tudásnak. Jó? Tehát nem több, nem kevesebb, pont 5. Az 5 feltétel a következő. Van, aki eleve
amikor tanulnia kell, bekerül egy iskolába, akkor kényszer neki a tanulás, és azt mondja, hogy őt nem érdekli. Tehát nem lehet azt az embert megtanítani, ami, ha nincs az iránt, amit tanulni akar érdeklődéssel. Világos ez? Az általános iskolába és a középiskolába, sőt a főiskolákon is nagyon sok gyerek úgy iratkozik be, hogy nem érdekli az, amit tanítanak. Van nekem egy ismerősöm, aki beíratták közgazdasági főiskolára, és majd az első évben abba hagyta, mert egyszerűen nem érdekelte. Tehát egyszerűen nem érdekelte. No, akkor nézzük a másikat. A másik ennek a véglete, amikor úgy áll neki valamilyen tárgynak az ember, hogy azt mondja, hogy hát mit mondanak nekem, nem mondjanak semmit, én mindent tudok. Tehát amikor valaki úgy gondolja, hogy neki nem tudnak újat mondani. Hát ezek általában jó nagy egóval rendelkező emberek. Na most ez a két dolog, ha rákényszerül valaki a tanulásra, akkor ez eleve kizárja, hogy ő azon a területen tudjon. Ha nem kényszerül rá, hanem önkéntes alapon megy a tanulás, akkor neki se fog állni, nem tudom, világos-e. Jó, tehát neki se fog állni. Tehát például a gyerekek esetében nagyon sok tantárgyban azért nem érnek el eredményt, mert egyszerűen az a tantárgy nem érdekli a gyereket. De mivel a gyerek az önállósággal nem bír, ezért nem tudja otthagyni az iskolát. És mit fog csinálni helyette? Na, mit fog csinálni? Meg fogja támadni az iskolát, és meg fogja támadni a tanárt. Ami azt jelenti, hogy hogy támadja meg az iskolát? Firkál a padra. Betöri az üveget, összefirkálja az iskola falát, rendetlenkedik az órán, nem fogad szót a tanárnak, zavarja a többi diákot, mert nem érdekli az a tantárgy, amit az a tanár tanít. Ha több ilyen dolog van, akkor nem csak a tanárok ellen fog, vagy az ellen a tanár ellen fog tenni valamit a gyerek, mit tudom én, rajszöget helyez a székére, hogy beleüljön, stb. Stb. Ha több ilyen tantárgy van, ami nem érdekli, akkor az iskolát is fogja támadni, ami azt jelenti, hogy megpróbálja kerülni az iskolát, megpróbál mindent megtenni az iskola ellen, az ellen. Hát ebben benne van a padfirkálás, benne van a lefesti a falat sprével, akkor benne van mindenféle rendetlenkedés, randalírozás, károkozás, minden, ami létezik. Tehát amikor egy tanárt például egy diák megtámad, mindig az van mögötte, hogy abban a tantárgyban nem volt a gyereknek érdeklődése, tehát nem érdekelt az a tantárgy. Tehát a tanár nem tudta elérni azt, hogy a diák érdeklődjön az iránt, a tantárgy iránt. Jó, tehát akkor van ez a két dolog, hogy az egyik, hogy nem érdeklődik, a másik pedig, hogy ő úgy gondolja, hogy mindent tud. Na most, tehát ez a két dolog az önkéntes tanulást megakadályozza. Ha pedig rákényszerítik az illetőt, akkor pedig az ellen, az intézmény ellen tudti, hogy fog tenni. Az hódbiztos. De ha valaki elkezdi a tanulást, akkor mi fog történni? Akkor még mindig van három akadály. Na, nézzük ezt a három akadályt. Az egyik, a legelső akadály, amikor az illető nem tudja elképzelni azt a dolgot, amit tanul. Miért? Mert az érzékszerveivel még sosem érzékelte. Tehát például valakinek azt mondják, hogy a fahéj íze,
és ő még sose kóstolta a fahéjnak az ízét, akkor ő azt hiszi, hogy a fának a héjának az íze. Vagy valakinek azt mondják, például elmegy cukráznak, és soha életben nem találkozott a fahéjjal, és azt mondják, hogy mennyi rakjál bele egy kis fahéjat, akkor ki fog menni, le fog törni egy fát, és bele fogja rakni abba a süteménybe a fahét. Tehát nem tudom, értjük-e, mit jelent az, hogy ezt úgy hívják, hogy tömeghiány. Tehát az illetőnek tömeghiánya van. Mindegy, hogy milyen érzékszervünk, általában a látás szokott leginkább közrejátszani, de ugye azért mondtam az iménti példát, mert éppen az az ízlelés a fahéj, és nem a látás, bár ott is van a látás, hogy valaki lát, sőt a fahéjnak ugye illata is van, tehát jellegzetes illata is van a fahéjnak, tehát a fahéjt azt látjuk is, szaguljuk is, meg még ízleljük is. Jó, tehát valaki, ha még olyat soha nem látott, akkor meg fogja akasztani a tanulásban. Tehát az illető egyszerűen nem fog tovább haladni a tantárgyban, mert megakad annál a dolognál. És egyszerűen nem halad tovább. És az utána következő rész az neki nem nagyon fog működni. Na most nézzük tovább a következőt. A második tanulási akadály, amikor már tanulunk, tehát nem annak, hogy nekiálljunk tanulni, hanem amikor tanulunk. Ha össze-vissza sorrendben tanul valaki, vagy hirtelen átlép egy következő lépést. Tehát ez a lépésről lépésre tanulás módszere, és ha valaki ezt a lépésről lépésre tanulás módszerét nem tartja be, akkor neki meredek lesz az, amit ott hall. Jó? Tehát ezt úgy hívják, hogy meredek. Meredek lesz az, amit ott hall. Ha valakinek meredek, amit hall, mert kihagytak részeket, vagy össze-vissza nem a sorrendben tanult, akkor az utána következő részt megint csak az illető nem fogja érteni. Tehát hiába tanítják neki, nem fog működni. A harmadik tanulási akadály is egyben legáltalánosabb, legelterjedtebb tanulási akadály, amivel a legtöbbször találkozik az ember, az összes hét közül a legsűrűbben előforduló, ez pedig a meg nem értett szó, vagy félreértett szó. Tehát amikor az illető félreérti, vagy meg nem ért, általában meg nem értés, kicsit kevesebb esetben félreértés. Tehát a félreértés az azt jelenti, hogy a szónak több értelme van, és azt az értelmét az illető nem ismeri. Na most, ha a meg nem értett szóba botlik valaki egy adott szövegkörnyezetben, abban a pillanatban ott lebokkol az agy, és a következő rész az kimarad. Tehát a tanulásban egy meg nem értett szóhoz jut valaki, és olvassa tovább, nem tisztázza azt a szót, tehát nem érti meg azt a szót, nem találja meg és nem érti meg azt a szót, akkor a következő fog történni, az utána a következő rész teljes egészében ki fog maradni. Tehát magyarul csak olvas, és fogalma egyszer csak arra jön rá, hogy mit is olvastam. Nem emlékszek semmire. Bizonyára előfordult már, hogy olvas, és egyszer csak azon kapja magát, hogy semmit nem ért az egészből. A gondolata már nem is ott vannak, már mit tudom én, hol kalandoznak, mindenkivel ilyen elő szokott fordulni. Jó, na most, hogy hogyan küzdje le ezeket az akadályokat az ember, erre van egy hónapunk. Tehát amikor a tanulás kócsot tanuljuk, akkor pontosan végigmegyünk az összesen, hogy hogy kell leküzdeni. Na most, nem tudom, tudják-e, hogy ennek a három tanulás akadályának, tehát nem arra, ami megakadályozza a tanulást, hanem ami megállítja a tanulást. Tehát magyarul a tömeghiány, a túlmeredek, meg a meg nem értett szó, ennek külső fizikai megnyilvánulása van. Tehát, ha valakinek tömeghiánya van, akkor annak külső, meg lehet, tehát tanulás közben lehet látni az illetőn, hogy tömeghiánya van. Tanulás közben lehet látni az illetőn, mert másféleképpen nyilvánul meg, hogy például neki meredek az, amit hallott.
tanulás közben lehet látni az illetőn, ez a harmadik féle fizikai megnyilvánulás, hogyha valakinek meg nem értett szava van. Tehát a tanár, aki tanít, látja a diákon, hogy az illetőnek esetlegesen milyen tanulási akadályai vannak. Na ezt is tanuljuk ebben az egy hónapban, hogy mik ezek a tanulási akadályok. Mármint nem megnyilvánulások, akadályok és megnyilvánulások, tehát akadályok megoldása, illetve hogy a megnyilvánulások hogyan működnek. Jó, tehát ebben az egy hónapban ezekről részletesen van szó. És végig vesszük az összes dolgot ezzel kapcsolatban. Ha valaki ezeket az akadályokat le tudja küzdeni a tanulásánál, ezt a mind az ötöt, akkor sokkal gyorsabban és hatékonyabban fog tanulni, mint valaha. Az nem azt jelenti, hogy gyors tanulást csinál. Az a baj, hogy összekeverik az emberek a gyors tanulásra. A gyors tanulás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag pitty-putty lefényképezi azt a dolgot az illető, és vizsgán visszaadja. Ami azt jelenti, hogy az illető semmit nem fog a dologból érteni, csak vissza tudja mondani, mint egy papagáj. Tehát ha valaki az öt tanulási akadályt leküzdi, akkor nem papagájá válik, hanem képes lesz arra, hogy amit tanul, azt használja. Tehát ez az óriási dolog, hogy én például sokkal gyorsabban és hatékonyabban tanulok most, mint eddig bármikor az életemben. Annak ellenére, hogy már ugye túl vagyok az 50-en egy pár évvel, és gyorsabban és hatékonyabban tanulok, mint 6 vagy 7 éves koromban, vagy 8 éves koromban, vagy 10 éves koromban. Sokkal. Azért, mert én figyelek arra, hogyha nekiállok tanulni, akkor legyen arra érdeklődésem. Ha nincs arra a dologra érdeklődésem, akkor meg se próbálom. Figyelek arra, hogy bármit, amit tanulok, mindig úgy álljak hozzá, hogy na vajon mit tanulhatok, milyen új dolog lesz, amit még esetleg nem tudok. Azon túlmenően, ha tanulok, mindig figyelek arra, hogy a tömeghiányokat kiküszöböljem. Ha tanulok, mindig figyelek arra, hogy szóvá tegyem azt, hogyha úgy tanítanak nekem valamit, hogyha az a dolog meredek. Tehát mondjuk össze-vissza nem sorrendben tanítják. És mindig figyelek arra, hogy megtaláljam a meg nem értett szót abban az anyagban. Tehát én azonnal megállok, ha egy meg nem értett szó van, és addig nem haladok tovább, míg azt a szót meg nem értem. És jó, ezáltal, mivel ezt én régen csinálom, gyakorlatilag 99 óta, ezért ugye sokkal több szónak az értelmét ismerem, mint az átlagember. Ezért már most sokkal könnyebben tanulok, mint valaha az életemben. Tehát, és ez úgy működik, hogy idősödéssel nem romlik az ember tanulási képessége, ez nagy kamu, hanem azáltal, hogy több szót ismer, mert folyamatosan tisztázza a szavakat, legalábbis én így csinálom, ezáltal, ahogy idősödöm, egyre könnyebben tanulok. Jé, de érdekes! Szembe az összes többi emberrel, aki nem vett részt ilyen tanulási technológián, az, ahogy idősödik, egyre nehezebben tanul. Érdekes mód. Jó, tehát lényeg az, hogy ez egy csodás tudomány, ez egy csodás tudomány, tehát az, hogy valaki képes arra, hogy tanuljon, az azt jelenti, hogy képes arra, hogy fejlődjön. Hát ha valaki képes tanulni, akkor képes fejlődni is. Jó, és ha valaki képes tanulni és fejlődni, akkor képes arra, hogy hasznos dolgokat teremtsen. Tehát mert akkor képes a munkára. No, hát körülbelül ezt szerettem volna itt az első részben elmondani, ha így is egy kicsit túlmentünk az időn.
ha befejeztem, akkor negyed órára rá kezdem a második részt, addig viszont ugye megkérem majd a szünetben mindenki csatlakozzon fel a második részre, akinek erre jogosultsága van. Ha bármi kérdése van, akkor menjen fel a ppa.hu weboldalunkra, nézzen körül a weboldalunkon, főleg azon az oldalon, amin rögtön, amin föllép, mármint a bejelentkezés után találkozik, ott vannak a küldetésünk céljaink. Ha azzal egyetért, akkor jó helyen van, ha nem, akkor, akkor inkább töröltesse magát. Nézzen körül, ha tetszik az a dolog, amit talál, akkor fogadjuk önt szeretettel, és kezdje el a Nyílt Akadémiánál a saját fejlesztését. Egy gondolat még hozzá, nem csak tanulásról szól a történet, hanem arról is, ezt még gyorsan fölteszem, jó, hogy a PPA segítségével megteheti azt, mindjárt oda megyünk, megteheti azt, hogy anyagilag rendbe rakja az életét, ha szeretné, és nem csak egyéb olyan, tehát nem csak az élete nem csak olyan lenne, legyen, hogy jól érzi, jobban érzi magát a bőrében, hanem anyagilag is megteheti mindent, amit szeretne. Igen, tehát ide akartam jutni. Na, itt vagyok. Jó, tehát az emberek nálunk képessé válnak arra, hogy a PPA-nál a képzésekre szervezéssel gyorsan 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet érjenek el. Egyébként pedig az ember és életjobbító coachként óránként 3000-től 35000 forintig terjedő összeget tud keresni. Jó, ezt csak úgy pluszban szerettem volna hozzáfűzni. Tehát lényeg az, hogy, hogy mindenkinek további szép estét kívánok. Ha valami kérdése van és nem találja meg a választ a weboldalon, akkor keresse az irodánkat. A weboldalon fönn van, hogy hol találja meg az irodánknak az elérhetőségét, és ott megmondják, hogy ki a vezetője, önnek a PPH-s vezetőről van szó. Úgyhogy mindenkinek további szép estét, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!